Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Jubileumhoz érkeztek. A József Szanatórium fennállásának 110. évfordulóját ünnepelték. Több mint 100 résztvevő. Gyulán rendezték meg az idősbarát önkormányzatok konferenciáját. Cél a párbeszéd kialakítása. Ismét Gyulán rendezték meg a hulladékhasznosítási tanácskozást. Szintet léphet a csapat. Az OB1 bekerülésért játszhatnak a hétvégén a gyulai teniszezők. Kerékpárosok ütköztek. A baleset körülményeinek tisztázásához a lakosság segítségét kérik. Valamikor szinte egy kisebb városként működött a gyulai tüdőszanatórium, mely 50 aktív és 200-nál több krónikus ágyon látja el a betegeit. Pénteken a József szanatórium fennállásának 110 éves évfordulóját ünnepelték. Ez a nap híre. A József szanatórium történetét bemutató táblát lepleztek le, majd a fotópályázatra beküldött 800 munka legjobbjainak készítői díjazták a péntek délelőtti helyszíni ünnepségen. Kezenyoma ma is jól látható. A tüdőszanatórium az ő kezdeményezésére épült fel. Az intézmény alapításában kulcs szerepet játszó egykori főispán Lukács György alakját Balogh Dorottya levéltáros idézte fel, hangsúlyozva, hogy az ő személye nagyobb figyelmet érdemelne. Az intézmény történetére tekintett vissza Fazeka Zsuzsép telephely vezető főorvos, aki kiemelte az elmúlt 110 év legfontosabb eseményeit, így az alapítás körülményeit is. Abban az időben, amit ez a táj mutatott ezelőtt 120 évvel, abban az időben ez egy csodálatos természeti adottságokkal megáldott egy szinte paradicsomi környezet volt. A múlt eseményeinek méltatása mellett Becsei László főigazgató főorvos az egy évtizeddel ezelőtti nehézségekről, illetve az elmúlt évek változásairól is beszélt. Annak idén úgy emlékszünk valamennyien a szanatóriumra, mint egy kis városra, és ha belegondolunk, valóban több mint 200 ágy, több mint 200 dolgozó egy kisebb településnek felelt meg, és itt valóban komoly szakmai munka folyik a mai napig is, de hát sajnos 2007-ben, amikor 100 éves volt az intézmény, az egészségügy fejlesztéséről szóló törvény értelmében a több mint 200 ágyas intézményből egy 50 ágyas aktív tüdőkórházat csináltak, illetve hát az elmúlt 10 évben teljes mértékben át kellett alakítanunk az intézménynek a struktúráját is. A szakmának nagy szüksége van a gyulai szakemberek munkájára, hangsúlyozta az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet vezetője. A TBC valóban visszaszorulóban van, hiszen tavaly 700 új beteget regisztráltunk Magyarországon, a valamikori 50 ezerhez képest ez valóban már ritka betegségnek számít. Ugyanakkor a gyulai tüdőkórházra, illetve a gyulai aktív és krónikus rehabilitációs tüdőgyógyászati osztályokra nagyon nagy szüksége van a szakmának továbbra is. A program péntek délután az Árvai teremben tudományos üléssel zárult, melyen a tüdőgyógyászat aktuális kérdéseit tekintették át. Nagyon fontos, hogy folyamatosan fejlesszük és bővítsük az idősekhez kapcsolódó intézményrendszert. Hangzott el az országban első alkalommal Gyulán megrendezett idősbarát önkormányzatok konferenciáján. A rendezvényre a kelet-magyarországi régióból több mint 100 résztvevőt vártak, a szakemberek mellett városvezetőket is. Ekkor Gyula városa, Erkel Ferenc volt otthona, zene szárnyán fog repülni. Kisházyné Vince Julianna saját versét adta elő az országban elsőként megrendezett idősbarát önkormányzatok konferenciáján a Városháza dísztermében. A gyulai önkormányzat 5 évvel ezelőtt kapta meg az idősbarát elismerést, és ennek az apropója adta a rendezvény életrehívását a kelet-magyarországi régióban. A cél az volt, hogy az idősekkel foglalkozó szervezetek olyan hasznos információkhoz, modellekhez jussanak, melyeket be tudnak építeni a mindennapi munkájukba, ezzel is segítve ennek a generációnak a minőségi időskor megélését. Nagyon fontos tehát, hogy alkalmazkodva ezekhez a változásokhoz, folyamatosan alakítsuk, bővítsük és fejleszünk az idősekhez kapcsolódó intézményrendszerünket. Görgényi Ernő hangsúlyozta, hogy Gyula folyamatosan tesz azért, hogy az idősellátás színvonalát ne csak szinten tartsák, hanem emeljék is. Ilyen kezdeményezés volt az infokommunikációs oktatás elindítása, mely kettős célt fogalmazott meg. Egyrészt az élethosszig tartó tanulás,
megvalósítása, másrészt tekintettel arra, hogy viszonylag nagy a gyulai elvándorlás, tehát az időskorúak sokan élnek egyedül, családjaik másfele vannak. A családi kohéziónak a megtartása, a kommunikációnak a lehetőségének a megteremtése. A rendezvényen a szakemberek érintették a generációs kapcsolatokat is. Ezen a területen ma az érzékelhető, hogy komoly szakadék van a fiatal és az idősebb korosztály között. Túl fiatal a társadalom ahhoz, legalább fiatalnak érzi a társadalom ahhoz magát, hogy aktívnak is érezze magát, és erősnek érezze magát, és úgy gondolja, hogy akik már nem aktívak és nem olyan erősek, azok a társadalomnak már talán nem is olyan értékes tagjai, és itt kezdődnek a problémák, amikor az értéket valami teljesítménnyel akarom mérni, amit nem lehet, és amikor idős korról és idősekről beszélek, azt hiszem az érték nem a teljesítmény, hanem a puszta lét, és az ő elvégzett munkájuk és mindaz, amit letettek azért az asztalra, úgymond, hogy én most itt állhassak és tehessem a dolgomat. Az idősbarát önkormányzat akkor tud a legtöbbet tenni az érintett korosztályért, ha az alapszolgáltatásokon túl olyan plusz programokat is nyújt az időseknek, amelyek abban segítenek, hogy tartalmasan és hasznosan élhessék meg ezt az életszakaszt. Működtet egy idősügyi tanácsot, amelynek a különböző idősügyi szervei helyben a tagjai, és akkor ők nem csak a szociális szolgáltatásban, hanem az egyéb pluszokban is nyújtanak olyat, hogy például föntartanak Alzheimer kafét, indítják az idősek gyalogjóklubját, és olyan sok aktív tevékenységet, amelyeket az egyházakon keresztül is, vagy egy-egy civil szervezeten keresztül is tudnak működtetni. A rendezvényre több mint 100-an érkeztek a kelet-magyarországi régióból. A szervezők szándéka szerint jövőre az ország egy másik részén szerveznék meg a konferenciát második alkalommal. 19. alkalommal rendezték meg a hulladékhasznosítási konferenciát Gyulán. A kétnapos esemény célja az, hogy hulladékgazdálkodásban érintett szakmák szereplői között párbeszéd alakuljon ki. Az ország egyik legjelentősebb, a hulladékgazdálkodásban érintett szereplőknek szervezett konferenciáját tartották meg immár 19. alkalommal Gyulán. A kétnapos eseményen V. Németh Zsolt környezetügyért felelős államtitkár beszélt arról a 2014-es Európai Uniós csomagról, mely a körforgásos gazdaság felé való elmozdulást kívánta elősegíteni, ám később visszavonták. Szinte kizárólag hulladékgazdálkodási szabályozásból állt, és hát maga a körforgásos gazdaságnak is az a lényege, hogy nem csak egy ilyen csővégi szabályozás lesz, hogy a hulladék keletkezik, mit csináljunk vele, és ott próbálunk meg szigorításokat bevezetni. Hozzáteszem, ez a szándék ez azért a mai napig az új csomaggal, amelyet már egy évvel később, 2015 decemberében nyújtottak be, ezzel is azért markáns hulladékgazdálkodási szabályozással akarják elérni, kényszeríteni a gazdaságot, hogy a célértékeket tudjuk teljesíteni. Az új elképzelés már nem csak szabályozásból áll, hanem a szakemberekkel egyeztetve gyakorlati szempontokat is figyelembe vesz. A hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett szemléletváltást és innovációkat a gyulai és ehhez hasonló konferenciák segítik. Nagyon fontos ugyanis, hogy a döntéshozók és a szakma szereplői között párbeszéd alakuljon ki, ezáltal közösen tudják megoldani a felmerülő problémákat. Íróasztal mellett meg lehet hozni csodálatos döntéseket, aztán a valóságban, hogy ez hogyan működik, az egy, megint egy más dolog, és sajnos nincsenek eléggé átgondolva, és a szakemberek nincsenek eléggé bevonva. A 19. hulladékhasznosítási konferencián a körforgásos gazdaság mellett szó volt a hulladékos szakmát érintő szervezeti átalakításokról is. Először fordul elő a tenisz szabadidő sportklub történetében, hogy az OB1-be kerülésért játszhat. A Gárda idén megnyerte osztályának csoportját, így vasárnap győzelem esetén szintet léphet a csapat. A teniszabadidő sportklub történetében először fordul az elő, hogy OB1-be kerülésért játszhat csapatunk. Az OB2-es bajnokság élén zárta az évet a gyulai tenisz szabadidő sportklub gárdája, így vasárnap hazai pályán lehet esélyes szintet lépni a fürdővárosi együttesnek. A csapat a tavaszi fordulót az első helyen zárta, így bizakodva várhatták az őszt. Ekkor a szegedi csapatot kétszer is sikerült legyőzniük, így az utolsó fordulótól függetlenül már bajnoknak mondhatták magukat a gyulaiak. Nagy dolog lenne klub történetében,
esetében, hogyha ez sikerülne, de ha nem, akkor sem leszünk elkeseredve, mivel a papíron a Debrecen csapata erősebb a mi csapatunknál, de hát ugye a teniszbe az, hogy hazai pálya, meg a pillanatnyi forma nagyon sokat számít, hát most ez ugye teljesen más szint, de az oroszokat is meg tudtuk venni Davis kupába itthon, ahol két top 40-es játékos játszott. A fiúk itthon szerintem meg fognak tenni mindent, és remélem, hogy az egyénik után, ugye 6 egyéni van és 3 páros, reméljük, hogy a 6 egyéni után nem fog eldőlni még a mérkőzés, és a párosok fognak dönteni, mert az lenne egy hatalmas nagy csata. Az OB1-es tagságról döntő párharcot október 1-én 10 órától a Gyulai Tenisz Szabadidő Sportklub pályáján láthatják az érdeklődők. Összeütközött két kerékpáros Gyulán. A rendőrség a baleset körülményeinek tisztázásához a lakosság segítségét kéri. Szeptember 29-én a Nagyváradi úton ütközött össze két kerékpárral közlekedő férfi. A balesetben az egyik biciklis elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy a balesetben részes másik, 18-20 év körüli férfi a körülmények tisztázása érdekében jelentkezzen a gyulai rendőrkapitányságon. Várják azok bejelentését is, akik látták a balesetet, illetve a történtekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. A házi orvosi ügyelet és az onkológiai centrum fejlesztésére is pályázik Gyula. Döntöttek a képviselők a csütörtöki ülésen. Rövid hírek következnek. Gyulaváriban az ott élők között többen is jelezték, hogy a Kohán utcából kijövet nem lehet a Széchenyi utcát belátni a forduló előtt balra parkoló autóbuszoktól. Durkó Károly kezdte az interpellációk sorát a Városi Képviselőtestület nyári szünet utáni első soros ülésén, melyben a képviselő a Kohán és a Széchenyi utcák kereszteződésének rossz beláthatóságára hívta fel a figyelmet, javasolva egy közlekedési tükör kihelyezését. A mérnöki osztály megvizsgálta a helyszínt, de a kis forgalom, valamint a nemrégiben elhelyezett stopptábla miatt nem tartják indokolnak a tükör felszerelését. Mittág Mónika a Patócsi utca 6-8 szám alatti lakók kérését tolmácsolta. Egy világítótest elhelyezését kérte a társasház mögé, amit a képviselői keretéből finanszírozna. A DEMÁSZ ezt 4-6 hónapos átfutással tudja megvalósítani. Szalai György a Sejem és a Gyep utca kereszteződésének beláthatóságára hívta fel a figyelmet, melyre azt a választ kapta, hogy oda hamarosan egy közlekedési tükröt fognak felszerelni, mert itt indokolt ennek megléte. Kis Tamásné a Szőlőskert utcai csatorna kitisztítása miatt interpellált, az ígéret szerint a Közüzemi Kft. Hamarosan elvégzi ott ezt a feladatot. Csengeri Lajos a Szent István utcában a speciális szakiskola előtt parkoló kialakítását kérte, mert itt nagyon körülményes a megállás. Görgényi Ernő elmondta, a kerékpárút felújítása kapcsán a kérdés terítéken van, a tervek szerint itt 6 parkolót létre is fognak hozni. Torma Béla egy török-zugi kis híd állapota miatt interpellált, mert igen sokan használják ezt az átjárót, aminek már nagyon leromlott az állapota. A képviselő azt az ígéretet kapta, hogy a Közüzemi Kft. Minél hamarabb elvégzi a kisebb javításokat, de ha nagyobb munkára lesz szükség, akkor ennek meg kell keresni a forrás lehetőségét. Ökrös István az Otlapai dűlő állapotára hívta fel a figyelmet, mely 15 családot érint és jelentős javítást igényelne. A képviselő azt a választ kapta, hogy a Közüzemi Kft. Október közepén megkezdi a kérdéses útszakasz kátyúzását. A főnapi rendek között a grémium kifejezte csatlakozási szándékát a Burza Hungarika ösztöndi pályázathoz. Erre 2017-ben 1.800.000 forintot biztosítottak. 400.000 forinttal támogatja a város a Muzsikál az Erdő alapítványt a már hagyományos kulturális programok lebonyolítására. Egy román-magyar közös pályázat segítségével a házi orvosi szolgálat számára szereznének be új eszközöket, többek között defibrillátort, EKG készüléket és sürgősségi táskát. Egy másik, szintén határon átnyúló több kórház részvételével benyújtandó pályázat az emlő és vastagbélszűrés gép és műszerparkjának fejlesztését célozná meg, melynek keretében egy vastagbélszűrő központ kialakítására nyíl a lehetőség Gyulán. Hozzájárult a testület a Gyulai Várfürdő 10 éves stratégiai tervének elkészítéséhez, mely a létesítmény hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazná. Újabb pályázatot írnak ki az egészségügyi alapellátási intézmény vezetői posztjára, és egy kulturális együttműködésről is döntött a grémium Gyula és Nagyszolonta között, melynek keretében többek között profi és amatőr szereplőkkel a Toldit is feldolgoznák egy játékfilmben.
Ladányi Zoltán nyugdíjazása miatt a 8-as számú felnőtt házi orvosi körzet betöltésére írnak ki pályázati felhívást, és döntöttek egy Bai Zoltán emlékszoba és kiállítás létrehozásáról is Gyulaváriban. A testület zárt ülésen a Havasi István díj adományozása és a Bai Zoltán tanulmányi ösztöndíjak odaítélése napirendeket tárgyalta. A mezőgazdasággal kapcsolatos aktuális ügyekről szólt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei szervezetének gyulai fóruma. Az eseményen a belvízvédelem és az öntözésfejlesztés kérdései mellett növényvédelemmel, valamint a gazdálkodókat érintő támogatásokkal, kérelmekkel is foglalkoztak. Utóbbi témában az Agrárkamarával együttműködési megállapodást is kötő kormányhivatal helyettes vezetője, Rákóczi Attila főigazgató tartott előadást. Kondoros és Déva Ványa után ér Gyulára az Agrárkamara fórum sorozata, melynek nem titkolt célja, hogy saját tevékenységüket is bemutassák. Kulcsár László megyei elnök arról beszélt, hogy az elmúlt években új alapokon szervezték meg a munkát, az építkezés után a finom hangolás következett, ezek eredményeképp pedig sikerült erősíteni többek között az Agrárkamara szolgáltató jellegét. Hangsúlyozták, az Agrárkamara szoros kapcsolatra törekszik az ágazat szereplőivel. Kiépült az élelmiszeripari és vidékfejlesztési referensi hálózat, és fontos eredményeket értek el a marketing területén. Az elmúlt 4 évben jelen voltak valamennyi fontosabb agráriummal kapcsolatos rendezvényem. Országjárása újabb állomásaként szerdán kora este érkezett Gyulára Gyurcsány Ferenc, aki Orbán vagy Európa címmel tartott lakossági fórumot. A Demokratikus Koalíció elnöke eredetileg a párt gyulai irodájában beszélt volna az érdeklődőknek, a hely szűke miatt azonban végül az utcán tartották meg az eseményt. Ha holnap én lennék a miniszterelnök, nyilván ebben a körben fára nem bánnák, de higgyék el, vannak olyan körök, akik ezt drámaként élnek meg, úgyhogy sem örömök, sem bánatot nem ígérek senkinek, egy hipotézis. Mindaz a helyzet, amiben vagyunk, máról holnapra nem változtatható meg. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarországon ma balkáni állapotok uralkodnak, ezen pedig csak hosszú távon lehet változtatni. A volt miniszterelnök a kialakult helyzetért az ország jelenlegi vezetését teszi felelőssé, ezért fél évvel az országgyűlési választások előtt az ellenzék legfontosabb feladatának az összefogást tartja. Jelenleg egyeztetések folynak az ellenzéki pártok között, a DK elnöke azt támogatja, hogy minden körzetben csak egy baloldali jelölt induljon a kormánypártokkal szemben. Az összefogást azonban sokszor a politikusok közötti személyes ellentétek gátolják. Gyurcsány Ferenc szerint a Demokratikus Koalíció az egyetlen olyan baloldali párt, amely hajlandó az összefogásra anélkül, hogy beleszólna a többi párt belső ügyeibe. A beszéd után a pártelnök a közönség kérdéseire válaszolt, a fórum ezen része azonban már nem volt sajtónyilvános. A Lila iskola elsősei adtak műsort a sportiskola tanévnyitóján. A szerda késő délutáni rendezvényen elismerést kaptak azok a fiatalok, akik a legjobb eredményeket érték el. A gyulai atlétikát, kézi és kosárlabdát összefogó sportiskola egyrészt a működés kereteit biztosítja az említett sportágaknak, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy a fiatalok ne csak egészségesebbek, hanem az itt folyó szakmai munkának köszönhetően sikeresebbek is legyenek. Beszédében Kónya István alpolgármester kiemelte, fontos, hogy minél több fiatal sportoljon Gyulán. A város ezért kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre. Gyulán biztosítják a megfelelő anyagi fedezetet nem csak a legtehetségesebbek számára, hanem azoknak is, akik a tömegsportban vesznek részt. Szemetes konténereket rugdosott meg, virágálványokat borított fel, és dísznövényeket tépett ki egy férfi Gyulán a belvárosban. A rendőrség garázdaság vétség gyanúja miatt eljárást indított ellene. Az italozóból indult haza szeptember 27-én nem sokkal éjfél után egy gyulai férfi, aki útközben kukákat rugdosott meg, amelyek közül néhányat az útra lökött. Több virágálványt is felborított és számos dísznövényt megrongált. A bejelentéstől számított másfél órán belül a rendőrök elfogták a 20 éves D. Márkot, akit előállítottak a gyulai rendőrkapitányságra. A nyomozók garázdaság vétség elkövetésével gyanúsítják és büntetőeljárást indítottak ellene.
Szombaton játssza első hazai NB1-es mérkőzését a gyulai Amazonok női futsal csapat. A lányoknak 4 órától lehet élőben szurkolni a sportcsarnokban, a mérkőzésről készült összefoglalót pedig jövő héten a Gyula Televízió híradójában tekinthetik meg. A sport nem csak azok számára kikapcsolódás, akik űzik, de a közönség számára is szórakoztató élmény lehet. Ön szokta követni a helyi sporteseményeket? Nem igazán. Nem igazán. És mi az országos sport szoktad? Nem, mert nagyon keveset vagyok otthon a munkámból adódóan, aztán azt meg nem tévézéssel szoktam eltölteni. És amúgy, hogyha lenne időd, akkor figyelnéd a helyi sport életet? Hát kevés esélyt látok rá. Én nagyon nagy sportbarát vagyok, figyelem a gyulai lányokat is, gratulálok nekik, és hát remélem, hogy további sikereket fognak elérni. Minden gyulai csapatnak szurkolok, minden gyulai sportolónak, és igyekszem a pályafutásukat is nyomon követni. Ebben is miben más egy helyi sportcsapatnak a működését figyelni, mint egy országosnak vagy nemzetközinek? Hát, egy kicsit a helyi sport az ugyan milyen kis, gyulaiaké. Úgy mondom, hogy ez egy nem túl nagy város, itt szinte mindenki ismer mindenkit, még ha úgy is csak látásból, de akkor is szurkolunk egymásnak. Én is sportoló voltam régen, és nagyon mikor elértem egy jobb eredményt, olyanok is gratuláltak, akiket nem is gondoltam, hogy odafigyelnek az én sporttevékenységemre, és nekem is nagyon jól esett. Szoktam nézni sportot, de a gyulaiakban nem vagyok annyira tájékozott. És ott az eleki helyi dolgokat szokta figyelni? Hát azt is elég ritkán. Elég ritkán. És akkor inkább az országos inkább. Milyen sportokat szokott figyelni? Hát a teniszt nagyon szeretem, a labdarúgást is. Felújították a járási hivatal épületét Gyoma Endrődön. Lapszemle következik. Átadták a járási hivatal épületét. 1,2 milliárd forintból újult meg a Gyoma Endrődi járási hivatal épülete, írta a bekesijarasok.hu. Takács Árpád kormány megbízott beszédében kiemelte, hogy a kormányhivatal egy olyan városképi fejlesztést is végrehajtott, melyre korábban még nem volt példa. Több mint 200-an kapnak munkát. Több mint 200 álláskeresőt juttat biztos munkához a tervek szerint a Békéscsabai járási foglalkoztatási paktum, írta a Behír. A Békéscsabát és térségét érintő foglalkoztatási együttműködésre több mint 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Emlékplakettek Szegeden. Két újabb plakettet helyeztek fel a második szegedi panteonként szolgáló templomkapura, írta a Magyar Kurír. Kass János Kossuth díjas grafikus, szobrász, valamint Richter Ilona Munkácsi Mihály díjas grafikus alkotása került ki a szegedi Szent Gellért plébánia templom kapujára. Ízlett a látogatóknak a szürke marha kolbász. Finom falatokkal mutatkozott be a budapesti Omékon a Körösmaros Nemzeti Park. A kmnp.hu azt írta, szürke marhából csípős és csemege páros kolbászt, valamint csípős snack kolbászt készítenek. Igazi kiránduló idő vár ránk a hétvégén. A kellemes hőmérséklet mellett csapadék sem valószínű. Szombaton reggel párásodásra, kötfoltokra, napközben igazi kiránduló időre készülhetünk. Felhőtlen égbolt mellett tartós napsütés ígérkezik. Csapadék nem várható. A hőmérséklet az éjszakai 7 fokról, kora délutánra 19 fokig emelkedik. Vasárnap, sőt hétfőn is folytatódik a jó idő, többnyire derült ég mellett. A hőmérséklet 8 és 19 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Jubileumhoz érkeztek. A József Szanatórium fennállásának 110. évfordulóját ünnepelték. Több mint 100 résztvevő. Gyulán rendezték meg az idősbarát önkormányzatok konferenciáját. Cél a párbeszéd kialakítása. Ismét Gyulán rendezték meg a hulladék hasznosítási tanácskozást. Szintet léphet a csapat. Az OB1 bekerülésért játszhatnak a hétvégén a gyulai teniszezők. Kerékpárosok ütköztek. A baleset körülményeinek tisztázásához a lakosság segítségét kérik. A híradót látták, most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!